Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, mi az ő gondolata, mit tervez? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ő tervez egy utazást. Itt lesznek külföldi kapcsolatok. Holott ez az út lehet egy belső út és egy szép lelki kapcsolat kettőtök között, és itt a nap jelenti a kisugárzását, jelenti a vonzalmat kettőtök között. Mivel a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, ő nyitottan fog beszélni egy utazásról, és szeretne látni téged, hiszen a nap téged is megvilágít, láthatóvá tesz, és ez jelent egy találkozást. Az is lehet, hogy ő külföldön él, és jönni akar hozzád, vagy lesz egy meghívás, hiszen ő mindenképpen szeretne téged látni. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt a hold jelenti a mély érzelmeket. Itt megvannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, és itt a lilium szimbóluma jelenti a tiszta érzelmeket. Amit a lilium még jelenthet, ezek a szexuális témák. De itt megvannak azért az álmok, a vágyak, az elképzelések, tehát ő nem akar kihasználni téged, itt tiszta és mély érzelmekről van szó. Mit fog tenni? Itt látható, hogy lesz egy szerencsés fordulat, hiszen boldog veled, itt megvan a stabil párkapcsolat, vagy annak a lehetősége, hogy kiépüljön egy stabil párkapcsolat, ahol le tudtok gyökerezni. Amit a fa még jelent a gyógyító erő, hogy bizonyos dolgok tisztázódnak, jelenti a türelmet is, hiszen egy fának is szüksége van ahhoz, ami gyümölcsözik. Itt is időre van szükség ahhoz, hogy legyen meg ez a biztos és stabil párkapcsolat. De ilyen szándékokkal közeledik hozzád. Mi köt össze benneteket? Sajnos itt még az egerek vannak, ami azt jelenti, hogy fél attól, hogy elveszít téged. Lehet, hogy nálad is vannak ezek a félelmek. Hiszen ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát kivált félelmeket, annak ellenére, hogy a kártyák nagyon jól mutatják a dolgokat. Megbízhatsz benne, megvan a vonzalom, a remény, a mély érzelmek, tiszta érzelmek, a szerencse. Ami nekem most így hirtelen eszembe jut, hogy mit tudnak itt az egerek eltávolítani, amikor minden olyan jól alakul a közeljövőben. Itt a fa jelenti az időt, hogy türelemre van szükség. Lehet, hogy ezt az időszakot távolítják el az egerek, és minden gyorsabban alakul, mint ahogy te úgy gondolod. Hiszen eddig úgy érezted, hogy lassan mennek előre a dolgok. A fa is azt jelenti, légy türelmes, de ha az egerek valamit itt eltávolítanak, akkor arról van szó, hogy az egerek eltávolítják ezt az időszakot, amikor várni kell valamire, amíg termést hoz, amíg gyümölcsözni fog, amíg növekszik itt valami,
és sokkal gyorsabban fognak előre haladni az események. Amit az egerek még jelenthetnek, hogy félsz attól, hogy ez a kapcsolat elmúlik, ő is fél attól, hogy elveszít téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!